Sziasztok! Ez a Star Citizen híreinek heti összefoglalója 2016. szeptember 12-i szeptember 18-a közötti időszakról. A heti hírlevél Sneak Peek rovatában bemutattak egy rövid, akciódus videót az új szemstabilizációról. Ezen a héten jelent meg a szeptember havi Jump Point is, amiben a Terrapin kapott főszerepet. Pénteken újabb egyhetes szavazás indult el, amelyben az év katonai bombázójára szavazhatunk. A két jelölt a Retaliator és a Gladiator. A múlt héten az év katonai vadászára szavazhattunk, a versenyt a Vanguard Warden nyerte a Super Hornettel szemben. Ne felejtsétek el, hogy a győztes hajó egy hétig megvásárolható, így aki szeretne egy Vanguard Wardent a hangárjában tudni, az most megvásárolhatja a weboldalon, ezen kívül a versenyben résztvevő hajókat a támogatók ingyenesen kipróbálhatják a játékban. Most nézzük a szokásos heti műsorokat a Zerandaverse 3.7-es részével kezdve, amelyben felhívták rá a figyelmünket, hogy a CitizenConig már csak 3 hét van hátra, és a csapat keményen dolgozik, hogy minden rendben menjen a rendezvényen. A beszámoló első felében Jason Cobb mutatta be, hogy milyen hangja lesz annak, amikor egy törmelék felhőn áthaladunk, valamint beszélt ennek a készítéséről. A törmelék felhő minden egyes darabja nem lesz fizikailag lemodellezve, de valóságosnak fog tűnni a hangja. Ezt követően Mike Jones beszélt a DevOps csapatról, amely három kisebb részre, a LiveOps, a BuildOps és a Publishing csapatra oszlik. Ezeknek a csapatoknak a dolga, hogy a frissítések felkerüljenek a belső, a test és a live szerverekre, legutóbb pedig azon dolgoztak, hogy a frissítések során alkalmazott 2 GB körüli PAC fájlokat feldarabolják, így hamarosan elköszönhetünk a hatalmas méretű frissítésektől, és csak a tényleges újításokat kell letöltenünk. Ha minden jól megy, akkor a tizedére is csökkenhet a letöltendő adatmennyiség. A ShipShape robotba ezen a héten a Drake Herald került be, amely a 2.6-os frissítéssel a játékba is megérkezik. A hajó külső részére nagy adattárolókat helyeztek el, amelyek képesek lesznek tárolni a megszerzett információkat. Ez bármi lehet, ami nem kézzelfogható, kutatási anyag, gazdag érzlelőhely, értékes roncsok pozíciója, vagy akár egy hajó fekete dobozának a tartalma is. A Herald nagyon gyors lesz, ami annak köszönhető, hogy a tömegéhez viszonyítva a legnagyobb hajtóművel rendelkezik az eddigi hajók között. Rengeteg zavaró berendezésről és eszközzel látják el, hogy megóvják az értékes információt. Az újratervezés egyik apa az volt, hogy ez a sok eszköz mind elférjen rajta. A hajó sérülés modelljén is dolgoznak, ennek során kisebb darabok leszakadhatnak majd róla. A Színfalak mögött című rovadban az interaktív zenerendszerről beszéltek, ami a különböző helyzetekre reagál majd a zene változtatásával, ami filmszerűvé teszi a játékot. Az alapháttérzene könnyed lesz, de ez bármikor átválthat hősies, pörgős zenére, ha csatába keveredünk. Dolgoznak azon is, hogy a zene EVA és FPS módban is megfelelően működjön. A galaxis különböző pontjai más zenéket hallhatunk majd, az egész egy önálló, önmagát irányító rendszer lesz. Végül kiosztották a hét legértékesebb játékosának díját is, amit Jay Coren kapott a CitizenConra érkezőknek írt utazási segédletéért. Most térjünk át a Reverse the Verse 2.7-es epizódjára, amelyben Tyler Witkin beszélgetett Mike Jones-szal és Josh Kunz-szal. Mike elmondta, hogy a DevOps csapatban vele együtt 9-en vannak, és mindenki nagyon elhivatott, rengeteget dolgoznak. A frissítések méretének csökkentésére nagyon büszkék, mivel ez gyorsítani fogja a belső munkát, és a felhasználóknak sem kell majd annyi adatot letölteni. Josh Kunz az általa tervezett hajókról beszélt, elmondta, hogy dolgozott a Mustang Deltán, Chris Miss-szel a Constellation Andromeden és a Xian Scouton, majd legutóbb egyedül a Heraldon. A Herald után a Cutlass Black-kel foglalkozik, majd ezt követően pedig a Hornettel és a Constellation Phoenix-el. Josh úgy gondol az általa tervezett hajókra, mint a gyerekeire, ezért nincs kedvence, mindegyiknek szereti az egyedi vonásait. Ezzel a Reverse the Verse végére értünk és áttérünk a mai utolsó műsorra, amely a történetíró kézikönyve a Galaxishoz. Az eheti epizód a Nix rendszer mutatja be, amely egy gazdátlan rendszer a központjában egy F-típusú fősorozatbeli csillaggal. A csillag körül 3 bolygókering, valamint a rendszerben 2 aszteroida is található. A bolygók közül egyik sem lakható. A rendszert 2582-ben fedezte fel Carla Larry, a nevét pedig Nixről, az éjszaka és a sötétség istennőjéről kapta. A Nix egy mag nélküli kőzet bolygó, a bolygón található nyersanyagok jelentős részét már régen kitermelték, még maradtak bányászható ércek, de nem akkora mennyiségben, hogy az a nagyvállalatokat érdekelje. A Nix 2 egy lakatlan smog bolygó, nem volt megfelelő technológia, hogy terraformálják. A Nix 3 pedig egy jégóriás. A rendszerben van 2 aszteroidög, a Glacium Ring és a Kuiper Belt. A QV Planet Services felépítette egy bányászüzemet, miután felfedeztek egy kis bolygó méretű aszteroidát a rendszerben, majd a létesítményt elhagyták, mivel a magas szállítási díjak miatt nem érte meg a kitermelés folytatása.
A Messer rezsim elől menekültek egy csoportja az elhagyott bányászüzemet választotta otthonául, ismét lakhatóvá tették, majd lassan kialakult az, amit ma Levszki néven ismerünk. Az üzemben letelepedők felállítottak egy független kormányt, és a Levszkit egy olyan helyé alakították, ami mindenkit szívesen fogad akkor is, ha valakinek második esélyre van szüksége. Ez a nyitott ajtós politika sajnos felkeltette a bűnöző elemek figyelmét is, akik kihasználták a helyzetet a saját aljas céljaikra. Ezzel az összefoglaló végére értünk, találkozunk jövő héten.